Az első súlycsoportos világbajnokságot, amit akkor még világkupának hívtak, Csíbán rendezték 1997-ben. Azt megelőzően a szószályi idea érvényesült, tehát egy világbajnok volt súlycsoportok nélkül. A szószály 1994-ben halt meg, és ez azonnal megosztottságot szült a szövetségen belül, úgyhogy a 95-ös világbajnokságot az IKO már magában rendezte, és 96 év elején rendezte az IKO 2, a mai Shinkyokushin a világbajnokságát, amit Norichika Tsukamoto nyert meg, és ekkor el is mondták, hogy már lesz súlycsoportos világbajnokság, amin kontinensek vesznek részt, tehát nem országok. Itt 16 versenyzőt hívtak meg a súlycsoportokba, és Afrika, Ausztrália, Ázsia, Japán, Európa régiók szerepeltek többek között, nem teljesen megegyező súlycsoportokkal, például, mint az Európa-bajnokságon van. A 97-es berlini EB kvalifikált erre a tornára, ahonnan az első két helyezett juthatott tovább. A világszövetség vezetője akkor Yukio Nishida Sihan volt, de magát a versenyt azt Sihan Kenji Midori rendezte elsősorban, és már ekkor őt elkezdték bevezetni a politikai szférába, jól láthatóan előkészítették azt, hogy ő lehet a következő vezető. Mint az előző súlycsoport nélküli világbajnokság győztese, Norichika Tsukamoto mondta az esküt a versenyzőknek. Ez a tradicionális eskü, ez ugye még a szószályi időkhöz köthető vissza, és hát értelemszerűen őt is várták a dobogó legtetejére a nehézsúlyban, ő is szerepelt a plakáton. A magyarok, amint mondtam, a 97-es EB-ről tudtak kijutni, így onnan az ezüstérmes Stankó Rita tudott kvalifikálni, az Európa-bajnok, akkor már harmadjára Európa-bajnok Bence Antal, az akkor ezüstérmes Bence Antal a döntőző Dörgő Sándor jutott ki erre az Európa-bajnokságra, úgyhogy őket láthattuk elsősorban európai színekben, de természetesen magyarként a tatamin. Stankó Rita a budapesti stabilitás karatekáj versenyzője volt, és Szenszek Almár Árpád volt a mestere. Rita addigra már jó eredményekkel rendelkezett, talán kétszeres súlycsoport nélküli magyar bajnok volt, súlycsoportos magyar bajnok volt, megnyerte Litvániában a súlycsoportos Európa bajnokságot 60 kg-ban. Ami nagyon-nagyon lényeges volt, hogy Amami Josimán 96-ban aranyérmes volt egy súlycsoport nélküli tornán, és a 96-os világbajnokságon rendezett kísérleti női versenyen is negyedik helyen volt. A 97-es EB-n Berlinben itt a döntőben volt, és ezüstéren megkvalifikálta magát, így jutott erre a versenyre, nézzük a küzdelmeit. なんでリターンが強いかっていうと、ここの組み立てが、やっぱり投手の守備だと、こんなにキックしたところがあるんですけど、一本前、強制なしですね。さあ、荒川選手と対戦ですね。これ準決勝ですか? はい。はい。そうですね。田中選手、こういう、世界の舞台が初めてなもんですから、それを意識しないで戦ってほしいですけど、そうですね。自分の組み手で戦ってほしいですけど、相手の動きですね。これ、気を持った場合、やっぱり不利ですかね、田中選手。そうですね。打っちゃうと。 入れてくるんですかね、ちょっとね。下段も今切られてますよね。下段中段上段とかってますね。下段の威力はもう違いますね。3本、負けましたね、田中選手残念でした。3敗で、4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 
女子軽量級の決勝戦なんですけども、この選手これ昨年の11月奄美国際大会 の、そうですね、試合のリベンジマッチですね。この時は
確か2回戦ぐらいだったと思うんですけども、ダイアナ選手が、ね、もう一方的に隙間を比べてそういうふうに投げてしまって、はい、まあ、あの日以来ね、あのムーンレイクが始まったと聞いてますから、そうですね、ちょっと期待してみていいですよね。そうですね、ダイアナは本当に時間関係だけを見えて、ね、自分の間合いを倒したいですよね。ダイアナも結構真正面からやってやるっていう気持ちがあると思いますよ、はい。この日の会社に来たら、まだまだ面白いから、お母さんも落ち着いてるんですよね、リタルト選手の仕事が。そうですね、淡々としますよね。一発一発の技が色々見えるんですけどね、はい、結構ダイヤホイトに一度も左に対抗してるんですね。膝と蹴りで結構前に行こうとしてるのを、リタルタンク選手がですね、前足の内股を蹴って、その突進を止めてるんですね。前足の内股で崩したところに、あの、キングパンチ、細かいことも、はい、そういうのを逆にあまりできないんですよ、ね。もう、あれですかね、ほとんどやっぱり男性ってなって安定するから、そういうキングができるようになるんですよね。そうだと思いますね、はい、ちょっとでも、キックが、この左の内側の下段効いてきましたね。そうですね、ちょっと手数の手数が少なくなってきましたね。あまりここで正面向くと良くないんですよね、もうちょっと横に、はい、無理しないで左右に回った方がいいですね。この巻き抜きが反対に効いてますね、この表情は。キックを蹴る同時になってますね。死に方に巻くよね、押されてますね、この大学生。ちょっと厳しいですね、ダイヤモン選手。そうですね、前半良かったんですけどね。良かったんですけどね、ちょっと最後押されちゃったなという印象を受けます。ダンコ選手ですね、はい、球場じゃ世界ナンバーワンですね、やっぱり。そうですね、勝てる相手いないですね。ez a legnagyobb pont Vélatandrádig a versenyzőben. Hanazóban ne, ano, imamade mo, ano, tatsan taikai ni, ano, kachimashita kedo, kore wa ichiban juyo deshita, ichiban ooki kanji deshita. Hát, hogyha még akkor fogok tudni edzeni rendesen, akkor remélem, hogy leszek az összes. Ano, moshi keiko ga isto kemei dekire, ba, sekai taikai mo kachitai nde. Jól láthatóan itt még keresték a nők pontos pozícióját a full contact karatéban, a kyokushin karatéban, kézvédőt használtak például a hölgyek, de nagyszerű volt, hogy már megrendezték itt női kategóriában is a súlycsoportos világbajnokságot, és ez egy óriási dicsőség nekünk, és minden köszönetet és tiszteletet megérdemel Stankó Rita és Szenszeg Kalmár Árpád, hiszen Rita mínusz 60 kg-ban az első súlycsoportos női világbajnok, és egyben az első magyar női világbajnok. Gratulálunk nekik! Az 1997-es berlini Európa-bajnokságról Dörgő Sándor és Bence Antal kvalifikálta ide magát, hiszen ők voltak a fináléban, ahol Bence Antal győzött. Dörgő Sanyi sajnos itt az első körben kiesett, azt hiszem ez nem az ő napja volt ez a verseny. Bence Antal Sián ekkoriban Európa abszolút legjobb versenyzője volt, hiszen 6 éve uralta az európai könnyűsúlyú tatamit, hiszen ekkoriban csak 2 évente volt súlycsoportos Európa-bajnokság. British Open-t nyert egyen magasabb súlyban, többszörös magyar bajnok volt, de tényleg az egyik legrendezettebb, legjobb versenyzője volt ennek a mezőnynek. A második körben Hiroyuki Mogival küzdött, került össze, aki a japán válogatott egyik ikonikus alakja, hiszen a 95-ben és 96-ban is a súlycsoportos japán bajnokság fináléjában volt. 95-ben a korszakos zseni Kensaku Yamamoto-tól kapott ki, 96-ban pedig a Yamamoto-t is felülmúló Kou Tanigawa-tól vagy vele szemben veszített a fináléban. Tehát Mogi az egyik legjobb japán volt, akit mindenki a döntőbe várt a súlycsoportos világbajnokságon. Úgyhogy a második körben összemérhette a tudását és erejét Európa legjobb versenyzőivel, Bence Antallal. Nézzük meg ezt a küzdelmet. Mert
茂木選手の第2回戦からアンタルベンチャーなんですけども、そうですね、ヨーロッパチャンピオンですね、要注意のところです、第6回世界大会なんですね、優勝選手の1人の挙げた選手なんですけど、ヨーロッパの競合級では敵なしですからね、ただですね、試合ってこんなことがあったんですけどね、あんまり受けないなんか、このまま下段の受けとかも、そうですね、これはでも、ね、相手の作戦、これアンタルベンチの作戦だったのかもしれないですね、はい、いつも動く選手ですからね、でも、作戦と言っても結構受けですよね、そうですね、出るって言ってますからね、かなり上段がもらってますよね、まあ、さっきの上段比がちょっと見えてるしょうがないんですけどね、印象が良くないですね、残念ながら水泳に2回戦敗退ですね、こちらの風が熱いですね、アンタルベンテ選手の優勢勝ちであります、しかし茂木選手持てる力を十二分に発揮してくれました、óriási győzelem volt ez a japánok kiválósága felett, hiszen jól láthattuk, hogy ütő-rúgó erőben, technikailag mindenben felülmúlt a Bence Antal Mógit, akit egészen sokkolt ez az eredmény, illetve az egész japán csapatot is jól láthatóan. Úgyhogy ezt a küzdelmet követően jöhetett a másik ágon az oroszok bajnoka Viktor Tron. Vele mérkőzött a következő körben a döntőbe jutásért Bence Antal. Gyűnkésen az ötkező, zanné nagára a nagai gugdín dózítni a gyűnkésen a kereszté. A jövőkésen a szolidáról, Antal Bence volt, ne? そうですね。アントニオ選手も本当勢いでどんどん攻めてますよね。まさかこれ上がると思わなかったんですよね。アントニオ選手延長で。試合しようと思ったんですけど、それがアンタルベンチ選手の準決勝敗退です。もう一回やってもよかったと思うんですけどね。Ennek a küzdelemnek az eredménye pedig a magyar csapatot sokkolta, hiszen mindannyian úgy látták, úgy élték meg az egész magyar csapatból, aki kint volt, hogy ez a küzdelem teljesen döntetlenként zajlott, úgyhogy mindenki nagyon-nagyon csodálkozva állt az előtt, hogy nem Bence Antal jutott a döntőbe. Így a döntőbe Viktor Tron jutott be, a másik ágon pedig Kouta Nigawa, aki a japánok legjobbika. Sokkal jobb lett volna látni egy Bence Antal Kouta Nigawa döntőt. Erre itt nem kerülhetett sor. Abszolút elmondható, hogy az első súlycsoportos világbajnokság kiválóan sikerült a magyaroknak, hiszen Stanko Rita világbajnok lett, és a nyíregyházi fight versenyzője Bence Antal pedig bronzérmet szerzett. Egyébként is ez a világbajnokság, ami ezzel útjára indította a súlycsoportos világszintű vetélkedést, több szempontból érdekes volt. Könnyű súlyban a férfiaknál csúcsra ért Kouta Nigawa, aki tényleg egy olyan kiemelkedő fighter, akit mindenkinek érdemes megismerni, és látni azokat a küzdelmeket, amiket produkál. Középsúlyban Tadashi Ishihara volt rendkívül kiemelkedő, és Európából itt volt Mucefer Vacak, aki a legjobb európai eredményt érte el, és ez már előre vetítette a későbbi kiváló eredményeit. Illetve itt volt egy óriási rivalizálás
A Shin-Kyokushin új arca a Norichika Tsukamoto, hiszen ő egy évvel korábban világbajnok volt, valamint súlycsoport nélküli japán bajnokságot nyert, valamint akkor már a nagyon-nagyon feljövő Toru Okamoto, akik végül a döntőben találkoztak egymással, és mind a ketten egyébként később súlycsoport nélküli világbajnoki címeket is szereztek még, illetve japán bajnoki címeket. Tehát nagyon-nagyon érdekes volt ez a verseny, valamint érdekes volt, hogy a Shin-Kyokushin kommunikációja is egyértelműen elindult abba az irányba, hogy egy nyitott szervezet képét sugallta, ahol nemzetközi barátságok vannak, nagyon eredményes versenyzőkkel, és innentől kezdve azt mondható, hogy emblematikus figurájává vált úgy Shien Kenji Midori, mint Shien Norichika Tsukamoto ebben a szövetségben. Akit érdekelnek ezek a küzdelmek és a következő világbajnokságok, azoknak javaslom, hogy iratkozzatok fel a csatornára, és nézzétek meg a videóinkat.